Jó napot kívánok, tisztelt hölgyeim és uraim! Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket a mai sajtótájékoztatón. Izsó Gábor vagyok, Békésváros független polgármester jelöltje. Ezt a mai sajtótájékoztatót én hívtam össze, egyrészt azért, hogy én magam is bemutatkozzam, illetve bemutassam azokat a képviselőket, akik engem támogatnak a jobboldali összefogás Békésért polgári kör színeiben. Nagy öröm számomra az, hogy a választás közeledtével a polgármesteri jelöltek egész népes tábora sorakozik föl jelöltként. Ugyanakkor némi szomorúsággal tölt el, hogy az elmúlt 4 vagy 8 évben sem polgármesterként, sem a városháza körül ilyen nagy türekedést a munkában nem láttam. Jó lett volna akkor is talán kitenni magunkért. Bizonyára ez a választás majd választod arra, hogy ezt a munkát ki hogyan tudja elvégezni. Amikor én a csapatomat összeválogattam, megmondom őszintén, hogy nagyon könnyű dolgom volt, hiszen nagyon komoly szakmai, politikai múlt köt bennünket össze, és komoly, sikeres eredmények a városvezetés tekintetében. Könnyű dolgom volt, hiszen valamennyi itt bemutatásra kerülő képviselőt személyesen jól ismerem, a képességeiket, a végzett munkájukat, és nem kellett az utolsó pillanatban összevadásznom az embereket, az utolsó 1-2 hétben összekapkodni a képviselőjelölteket. Ez talán bizonyítja azt is, hogy itt azért egy megalapozott olyan csapatról van szó, aki komoly szakmai múlttal és nagyon nagy felelősséggel vág neki az elkövetkezendő 5 év vezetésének. Fontosnak tartom megjegyezni azt, hogy az én indulásom körül kialakult polémiákat valamilyen módon elvarjam. Először a Fidesz-KDNP fölkért engem polgármesterjelöltnek, örömmel vállaltam természetesen, hiszen mindjárt tudják rólam, hogy jobboldali konzervatív keresztény értékrendet vallok, ugyanúgy, mint a körülöttem lévő társaim is, szoros kapcsolatban a Fideszes és a KDNP-s értékrendekkel. Ugyanakkor el kell, hogy mondjam azt, hogy a helyi Fidesz olyan feltételeket szabott, ami véleményem szerint kizárta volna azt, hogy azzal a csapattal, akikkel én az elmúlt 8 év sikereit elértem, indulhassak. Tulajdonképpen 4 helyet kértek a képviselőként, illetve egy alpolgármesteri helyet. Ez azt jelentette volna, hogy gyakorlatilag megszabták volna az irányt a város vezetésének, ami biztos, hogy lehet egy jó irány is, de nem biztos, hogy az az irány, amit én szeretnék, amit mi szeretnénk. És ezért is döntöttem úgy, hogy a régi csapat, aki már bizonyított, megméretteti magát. A város lakosságának a szimpátiáját úgy gondolom, hogy bírjuk, hiszen a visszajelzések mind az aláírásokról, mind pedig a személyes bejárások alkalmával nagyon pozitívak. Erről tanúskodik az a több mint 8 milliárd forint értékű pályázati támogatás, ami az elmúlt 8 évben ide érkezett. És ezzel mindjárt szeretnék is cáfolni egy olyan elterjedt pletykát, hogy ide nem fog érkezni a városba fejlesztési pénz, hogyha nem kormánypárti lesz a vezetés. Nos, el kell, hogy mondjam, hogyha mi leszünk vezetésen, mi is kormánypártiak vagyunk, azok is leszünk, nagyon szoros kapcsolatot ápolva a Fidesz-szel és a KDNP-vel. Ez az egyik dolog. A másik dolog, hogy az elmúlt 8 évben is, hogyha belegondolnak, az első 4 évben, ugye a szocialisták ideje alatt hoztuk ide azt a 4 milliárd forintot, akkor számíthattunk alkalmanként a baloldali képviselőtársaink szimpátiájára is, ez nagyon fontos, hiszen a városért a képviselők többször tudtak együtt dolgozni. Az előző 4 éves ciklusban szintén független polgármesterként dolgoztam, és újabb 4 milliárd forint fejlesztés érkezett, de ez talán nem is kell elmondani, hiszen a békésiek látják, hogy mit fejlődtünk. Tehát ezek az ijesztgetések, ezek én szerintem nem jók, nem is szükségesek. Itt a választásokig, október 12-ig tartanak ezek a szócsaták, amit én egyébként a mai nappal be is fejezek, mert szeretném a mindennapi munkának átadni magam. És utána én úgy gondolom, hogy a megválasztott képviselők valamennyien a városért közösen fognak dolgozni. Tehát ugyanúgy
a kormánypárti országgyűlési képviselő, ugyanúgy a kormánypárti különböző szakigazgatási szervezetek vezetői, akikkel nagyon jó kapcsolatot ápolunk, támogatni fogják a várost, azokat a kezdeményezéseket, azokat a programokat, amiket már részben kidolgoztunk, nyilván a jövőben ezeket szeretném ismertetni. Én szerettem volna így előzetesen elmondani, mielőtt bemutatnám a képviselő jelölteket, és ha megengedik, most rátérek arra, hogy akkor mutatkozzunk be röviden. Bár, mint említettem, mindnyájan ismerős arcok vagyunk a békésiek előtt, talán ismerős hangok, hiszen a Kábel TV-ből, Békés TV-ből, Békés Matrixról, Békés Újságból, Békés Megyei Hírlap hasábjairól ismerhetnek bennünket. Miklós Lajos képviselőjelölt úrral kezdem, ő a Jobboldali Összefogás polgári kör elnöke. A rendszerváltás óta kapcsolódott be Békésváros közéletébe, annak idején az MDF-ben, később a Fidesz környékén politizált, most független, ugyanakkor a jobboldalt erősíti. Ő útépítési szakember, szakmérnök. Fontosnak tartom megjegyezni, hogy a Városvédő Egyesületnek az elnök helyettese. Hosszú évek óta ez a egyik legaktívabb civil szervezet, aki segíti a munkát. Képviselőtársunk korábban a pénzügyi bizottság vezetője volt, és az elmúlt ciklusban pedig külsős szakértőként segítette a munkát. Nagyon nagy tapasztalattal rendelkezik az útépítések, útjavítások terén. A munkája is ez volt, hiszen annak idején a vízgazdálkodási társulatnál dolgozott. Ugyanakkor koránál fogva sokkal nagyobb empátiával viselkedik, vagy megértéssel az idősek iránt. A következő választási ciklusban, illetve a következő időszakban számítunk a tapasztalatára, elsősorban pénzügyi téren, illetve a városvédők égisze alatt, a város szépítésében és a városról való gondoskodás terén. Ebben ő nagyon nagy aktivitást árult el az elmúlt időszakban, ez garancia a következő időszakban. Ajánlom őt az egyes számú választókerület választóinak a figyelmébe. Dr. Pálmai Tamás, házi orvos, ő 8 éve képviselő, alpolgármester. Pálmai Tamás nem kell bemutatni a békésieknek, a békési közélet nagyon aktív embere, hiszen a kulturális rendezvények, civil szervezetek, civil rendezvények környékén ugyanúgy megtalálható, mint ahol szociális probléma merül föl, híresen empatikus szociális érzékenységéről, nagyon sok emberrel tart kapcsolatot, és nagyon sok emberen segített az elmúlt időben, ezt én magamról is tudom. Én az elmúlt időben, mint alpolgármesterre mindig számíthattam a munkájára, akár helyettesként, akár hogyha szükség volt rá helyettesíteni, döntéshozóként helytállt. Elmondom róla, hogy amióta itt laknak Magyarországon, már közel 30 éve, azóta ízig-vérig békésivé vált, Békés a szíve csücske, nagyon szereti ezt a várost. És ezért is javasoljuk őt, hogy a 2. számú választókerületben válasszák meg képviselőnek. A 3. számú választókerületet Barkás Sándor képviselő jelölt úr képviselő, ő szintén 8 éve képviselő. A Békés Drén Kft. Tulajdonosa és ügyvezetője, így ismerik elsősorban, de úgy is ismerik, mint a önkormányzaton belül, a képviselőtestületen belül a műszaki dolgok, a pénzügyi dolgok menedzsere, gyakorlati ember, szereti megvalósítani és meg is tudja valósítani azokat a terveket, elképzeléseket, amelyekben fantáziát lát. Ezért is köszönheti a város neki, hogy nagyon sokat fejlődött ezen a területen. Számítunk erre az adottságára, mint hogy az elmúlt időben is nagyon komolyan kivette a részét a különböző beruházások elősegítésében is. 4. választókerület, Deákné Domonkos Júlia, ő a Dr. Hepp Ferenc általános iskola igazgatója. Gyakorlatilag 4 évig képviselő és 4 évig külsős bizottsági tag volt. Innen is ismerik a választók, de onnan is ismerik részben, mint iskolaigazgatót, részben, mint a Ne felejts
hagyományos egyesület egyik legaktívabb tagját. A civil szerveződéseken, a kulturális rendezvényeken, a városi társadalmi munkában aktívan kiveszi a részét. Nagyon jó szervező, nagyon jó irányító. Keze alatt a Dr. Hepp Ferenc iskola a város egyik legjobb általános iskolájává nőtte ki magát. Az, hogy a sporttagozat, matematika, irányultság és a tehetséggondozás ilyen magas szintre emelkedett az iskolában, részben az ő munkájának köszönhető. Az oktatásban és a nevelésben nagy tapasztalatokkal rendelkezik, és a várost ebben a munkában fogja segíteni. Balázs László, gépészmérnök, közgazdász. Az elmúlt időszakban képviselő volt, és a pénzügyi bizottság vezetője. Ő, mint közgazdász, nagy pénzügyi tapasztalattal rendelkezik. Az elmúlt időszakban átlátta a város pénzügyeit, a pénzügyekhez kapcsolódó döntések előkészítésében részt vett, aktívan támogatta a munkát, gyakorlatilag ismeri a legkisebb problémától a legnagyobb beruházásig minden olyan fejlesztést, ami a városban zajlott és zajlani fog. A hivatásos munkája, ugye vállalkozó, ő is, mint Barkács képviselő úr, gyakorlatilag az önálló cégénél komoly munkáltatóként dolgozik, és mint magánember, ő is, mint az imént Barkács képviselő jelölt úr is, nagyon komolyan támogatja a várost, többek között az élelmiszersegélyek idejuttatásával, és más egyéb olyan lehetőségekkel, amivel ki tudja venni a részét a közös munkából. Izsó Gábor vagyok, 8 éve vagyok Békésváros polgármestere, én is a rendszerváltás környékén kapcsolódtam be a politikai életbe. Alapvető célom az volt akkor is, mint most, hogy segíteni azon a városon, amit nagyon szeretek, és az otthonomnak tekintek, úgy én is, mint a családom, és minden idegszállammal azon vagyok, hogy ezt az ügyet szolgáljam. Ezt eddig úgy gondolom, hogy sikerült a választók bizalmából, ehhez kérem részben, mint a 6-os számú választókerület képviselőjelöltje, illetve részben, mint polgármester jelölt a választók bizalmát. Mucsi András, a 7-es számú választókerület képviselőjelöltje, középiskolai tanár. Ezen kívül mondhatnám azt, hogy szinte polihisztor, hiszen nagyon termékeny író, szakkönyvek és különböző monográfiák és várostörténeti értékű könyveknek az írója. Ezzel a helyi kulturális élethez nagyon aktívan hozzájárul. Az Oktatási Bizottság Kulturális és Sportbizottságot vezette az elmúlt időszakban. Az egyik legaktívabb bizottság volt, és egy legösszetettebb bizottság, hiszen nagyon sok mindennel kellett foglalkozni. András mindig a mélyre nézett a dolgoknak, és gyakorlatilag szinte napra készen, mondhatom, hogy napra készen van most is a város kulturális sport és oktatás ügyéből. Amellett, hogy a lakásügyi bizottságban is nagyon komoly munkát végzett, hiszen a helyszíni bejárásokkor, a helyszíni ellenőrzésekkor és egy-egy nehéz döntés meghozatalakor azért nem volt könnyű dolga. Református presbiter velem együtt egyébként, és így a békési reformátusságot is képviseljük a testületben. Egyébként a megyei közgyűlés alelnöke volt, megyei képviselőjelölt lesz a következő ciklusban. Kocsai Ildikó, a középiskolai tanár. Az elmúlt ciklusban képviselőként vette ki részét a város irányításából. Ildikó elsősorban a művészetek iránt fogékony, a zene, a tánc, illetve a színjátszás az, ami hozzá közel áll. A város nagyobb rendezvényein, vagy kisebb rendezvényein, különböző táborokkal és a kulturális élet formálásával vette ki a részét a munkából. Ezen kívül, mint a lakásügyi bizottság tagja, szintén aktívan dolgozott azon, hogy megfelelő helyre kerüljenek a lakáskiutalások. Nagyon empatikus, mondhatom, szinte
foggal, körömmel küzd egy-egy ügyfeléért, aki látva, hogy milyen szerencsétlen körülmények között él, próbál segíteni. A választókerületéért is nagyon keményen dolgozott. Én bízom benne, hogy a 8-as számú választókerületben, ahol most képviselőként fog indulni, szintén meg fogja ezt tenni, annál is inkább, mert ott lakik. Köszönöm szépen a figyelmet. Ezzel a pár mondattal szerettem volna bemutatni a képviselőinket. Szeretném még azért hozzáfűzni, hogy az a csapat, akit itt látnak most, az elmúlt években nem azért, hogy dicsekedjünk vele, de szeretném elmondani, hogy több mint 14 millió forint összegben mondott le a város szegényei javára a képviselői tisztelet díjáról. Ezt nyilván nem azért azzal a szándékkal tettük, hogy a választási kampányba felhasználjuk. Ezt most azért mondom el, mert ez a múlt. Ez benne van az elmúlt 4 évben, ez benne van az elmúlt 8 évben, ez benne van ezeknek az embereknek a gondolkodásában, és benne lesz a következő időszakban. A városért való gondoskodás, a város jövőjéért való dolgozás, ez vezet bennünket, és nem olyan politikai célok, itt politikai karriert gyakorlatilag senki nem szeretne elérni, itt mindenki a város javára akar dolgozni, és elsősorban is csak is a város javára. Ezért kérem, hogy szavazzanak rám, illetve szavazzanak a jobboldali összefogás képviselőjelöltjeire. Köszönöm a figyelmet!